Három éves és megújult a kultúrecept. Pogány az Enni vagy nem enniben. Ma három éve, hogy a kultúrecept első adását megosztottuk. Ezt a születésnapot azzal ünnepeljük, hogy egyrészt egy hosszabb kihagyás után újra újraindulunk, másrészt ezentúl podcast formában tesszük elérhetővé beszélgetéseinket a papagénon. Ennek az együttműködésnek köszönhetően indítjuk el az Enni vagy nem enni sorozatunkat, melynek első meghívott vendége Pogány az Örkény Színház színművésze. Pogányudit Kaposváron született. Budapesten nőtt fel, Békés Csabán végezte középiskolai tanulmányait. Színészi pályája Kaposváron kezdődött. 1978-ban Budapestre szerződött a Nemzeti Színházba, majd két évvel később ismét a Kaposvári Csiki Gergely Színházba, egészen 1994-ig. Ezt követően tíz év szabadúszó következett, mely időszakban az örkény a József Attila a budapesti Katona József Színházakban játszott rendszeresen. 2004 óta az Örkény Színház tagja. Hangját egy egész ország ismeri a legkisebbektől a legnagyobbakig, hiszen olyan meghatározó mesehősöknek kölcsönözte azt, mint a Kisvuk, Safi, Niki, Viki, Tiki a hogy csak néhány soroljak fel a leghíresebb szinkron szerepei közül. Megszámlálhatatlanul sok színpadi, filmes szerepel a háta mögött az ország egyik legmeghatározóbb művésze. Kedves Judit, nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, köszöntelek szeretettel. Én meg köszönöm a bemutatást tehát sok szépet mondtál róla. Csak igazat. Én úgy tekintek erre a mai beszélgetésre, mint egy igazi születésnapi ajándékra, a recept számára is. És nagyon sokszor azt kérték tőlem, képzeld el számon, hogyha már benne van a recept szó ebben a címben, akkor hol marad a gasztronómia, a receptek. És ebből a címből azért erre lehet asszociálni, lássuk be. Na és arra gondoltam, hogy Veled elindítom ezt az enni vagy nem enni sorozatot, majd erről azt mondtad, hogy mesélsz majd egyet-mást -egy a kezdetekről, az enni vagy nem enni, hogy mit jelent egy okay. fiatal színész számára az enni vagy nem enni. De meg egy öreg színész számára is, Akár. mit jelent. De kipróbálnék egy kis újítást, és, és a bevezető kérdést követően én egy virtuális, elképzelt ebédre hívnálak meg, hiszen azt azért elmesélhetjük talán a hallgatóinknak, hogy mi hogy is ismerkedtünk meg. Elmesélette? Természetesen. Jó. És már két hasonló helyzetben ültünk együtt bizonyos születésnapon. Na, akkor mondjad, te hát Az volt, hogy a Fica Istvánnak a születésnapját ünnepeltük. De a Fica István, mondjuk meg, hogy ő az én kollégám, az Örgény és a legkedvesebb kollégám. Így van, nekem pedig a legkedvesebb barátom. Oké. Okay. Úgyhogy ez már is egy közös pont vele, és, és, ott volt velünk a Takás Nóra dia is. Igen. Legutóbb már. Els, első alkalommal meg többen is voltunk, akkor, akkor többen, azt föl se tudjuk sorolni, de, de a második alkalom, ami szintén születésnap, az, az akkor az négyesbe voltunk. Így van. És, és mi éttermekből ismerjük egymást, úgyhogy ennél fogva most egy menüsort fogok elé tárni, mert hogy én készültem kérdésekkel minden egyes étel alatt, van egy kérdés, amit hogyha kiválasztasz, akkor értelemszerűen az a kérdés fog elhangzani részemről. De addig is, hadd kérdezzek tőled valamit. Igen. Amikor érdeklődtem közös barátainktól felőled, akkor egytől egyig azt mesélték, hogy te az örkény színház anyukája is lehetnél akár, vagy az is vagy. Egy kicsit néha nagymama, néha anyuka, mindig azokat segítve, akik éppen rászorulnak, és nagyon szereted a kollégáidat, és egyfajta szeretettel veszed őket körül. Ez, 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 nagyon stimmel. Az, hogy szerettem őket, az, az stimmel. Hát az, hogy a gondoskodás az érted, az, az attól függ, hogy éppen kivel vagyok együtt, és milyen helyzetben. Tehát amikor van egy olyan nehéz előadás, aminek a, a szereplői tudom, hogy, hogy nem nagy pénzű emberek, oda nagyon szívesen szoktam vinni. Hát van mikor csak csokoládét, tehát vannak ezek a nagy tábla csokoládik, van mikor csak ilyesmit, de például, amikor egyszer volt egy csodálatos időszak az életemben, én ugye nem jártam főiskolára. Tehát amikor a főiskolára, amikor még főiskolának hívták a színművészeti főiskolát, oda egyáltalán be, joggal bejárhattam és bemehettem, az azért történt, mert Bezerédi Zoltán rendezett egy darabot, a Szalóki Zsigmond Raffelt, nagy, Hagyd a nagypapát címen, Szomori Dezső darabját, és képzeld el, hogy a a szereposztásban egy, egy több női szerep volt, mint az osztályban ráérő szabad lányok, és ezért a nagymama szerepre meghívta. Kardos Robi volt a nagypapa, én meg a nagymama. Na hát akkor oda a főiskolára, minden áldott próbára, legalább két hónapon keresztül, minimum két, néha három megpakolt szatyorral érkeztem, és akkor ott megoldottunk egy szabad asztalterületet, rögtön zsömlevágás, vajazás, ide parizer, oda sonka, oda nem tudom is, paprikák, retkek, paradicsom. Tehát, hogy teljes, legalább két-két és fél méter hosszan az egész asztal asztalkám, és utána a csokoládé. Tehát, hogy hogy amikor olyan helyzetben vagyok, hogy tudom, hogy nagyon kis pénzű, nagyon fiatal, nagyon éhes gyerekekkel dolgozom, akkor, akkor tudti, hogy rám jön ez a, ez a etetés, ez, a, ez, az anyukásféle, nagyon másféle begerjedés. <laughs> Én arra volnék még kíváncsi, hogy te ezt uh, tanultad kezdő uh, kezdőszínésznő korodban idősebb kolléganőktől, ez, ez, valami örökség, amit tovább viszel, vagy ez belőled árad? Igaziból nem is lehet rajta csipni szerintem, hogy ez hogy alakul ki egy emberben. Én, én azt hiszem, hogy ha egy kicsit is ezen elgondolkodom, hogy én, én egy ilyen családba születtem bele. Tehát gyakorlatilag amennyire vissza tudok emlékezni, mi nálunk mindig feküdt éppen valaki, aki éppen öreg volt, és éppen nem sokára meghalt. Tehát a családunkban az összes fölfelé menő rokon, legyen az édesapám még saját szülője, vagy oldalági nagynéni, nem tudom, hanyadik nagynéni, azok mindenki nálunk halt meg. De, de, még kutyánk is volt olyan, hogy amikor én születtem, volt egy 17 éves kutyájuk édesanyáméknak, tehát én még emlékszem arra, hogy ezt a kutyát ö, egy, a konyhába egy hokedli alatt rongyokon feküdt, és forgatni kellett a kutyát, hogy ne legyenek felfekvései, és cserélgetni alatt a rongyot, vak volt, süket volt, foga nem volt, töltsérel töltötték anyám még a, a pépes ennivalót a szájába, és ápolták. Tehát, hogy, tehát, hogy a, még a kutyát is pontosan ugyanúgy ápoltuk, mint bármelyik családtagot, öreget, aki hozzánk került, és nálunk halt meg. Tehát valahogy a gondoskodás az, az, adva volt, hogy az hozzátartozik az élethez. És akkor, ha nem egy időssel csinálja ezt az ember, hanem hozzám képest gyerekekkel, Akiket akár tanítók volt volt a pályám során, néhány olyan eset, hogy éppen tanítottam, valahol egy kurzust csináltam, vagy valami, akkor oda-oda mindig hordtam a kaját. Ez tény és való. De nem, ezt nem kell elhatározni, nem tudatos, nem kell elhatározni, jön. Egyszerűen van egy kényszer, hogy így a jó. Akkor most induljunk el egy italválasztással. Tudom, hogy a sokszor befolyásolja az italválasztást, az is, hogy mit teszik az ember, mondjuk halat-e, vagy éppen marhahúst, de most akkor... Hát ettől nálam a nálam nem, mert én ezekhez nem értek. Akkor nézzük. Próbálkozzunk. <laughs> van egyszer egy olyan, hogy száraz fehér vagy vörös bor. Ezt egy kalap alá venném. Tehát bor. A második az víz, és a harmadik meg zéró kóla. Hát ebből a vizet választanám, annak ellenére, hogy előadások előtt, ha nagyon fáradt vagyok, szoktam minni zérokólát, de az csak citrommal, mert úgy önmagában nem kedvelem. Na nézzük akkor. Nekem a, víz, a víz, igen. Nekem a vízről a józanság, a tisztaság jut eszembe. És egy olyan semleges ital, ami nem nyomja el az ízeket. Mikor van az a pont az életben, amikor tisztának, józannak kell maradni? Én úgy érzem, hogy mindig. Tehát, hogy nem... nem képzeld el, hogy nekem soha nem volt igénye attól, hogy, hogy a, a, kocsi az, az, én életemben szerintem az volt mindig a legnagyobb szerelem. Tehát én annyira kötöttem a, a, éppen aktuális autómhoz, hogy nálam nem fordult elő az, hogy megkívánjak, amikor éppen mások kocintanak, akár egy premieren, születésnapon vagy karácsonykor, és mindenki iszik, én nekem át se futott a fejemben, hogy én is igyak. Tehát, hogy maga, maga a józanság az lehet, hogy a, a kocsi miatt lettem ennyire, hogy, hogy, észnél kell lenni, nem tudom, de, de se az ital, se a bor, se semmi, most például hiába ajánlottad volna, egy száraz fehér vagy vörös, nem, mert nem kedvelem, nem ízlik, nem. Tehát nem tudom, a, a józanság az számomra, az egy alaphelyzet az életben, és én döntöm el, hogy én mennyire szeretnék jó hangulatban lenni, vagy szükségem van-e bármi, ami ami feldob. Én azt szeretem, ha én irányítom a, a jókedvemet is. Tehát mindig próbálom mondani fiataloknak, hogy miért nem önzőbbek, hogy miért nem saját maguk akarnak dönteni, miért van szükség netánkábítószerre, vagy bármire, vagy csak, füv, csak füvet szívnak, érted? mert nem tudnak önmaguktól katarzisokat átélni. Én nekem mindig sikerült. Tehát Kaposváron volt olyan, amikor szilveszterkor bent buliztunk a színházban, én egy kortyot nem ittam, de az egyik kezemben volt egy, mit tudom, három decis nagy málna, a másikban egy sült libacomb, és egy magam táncoltam úgy, hogy mindenki azt hitte, hogy be vagyok rúgva és közben egyetlen kortyot nem ittam. Tehát én mindig olyan hangulatot éltem meg egész életemben, amilyet csak akartam. És nem volt rá szükségem, hogy bármivel megdobjam. Tehát kialakult egy ilyen önző, önzőség, én, én úgy hívom, hogy ez önző vagyok, hogy én akarok dönteni. Csak én irányíthatom magamat. És ilyenkor ha netán feldobott hangulatot élek meg éppen, akkor is vágásszerűen tudok józan lenni egyik például a másikra, amikor csak akarok. Tehát a józanság, meg a, hát a tisztaság az, az attól függ, hogy most tiszta lelkületet gondolunk, vagy a tisztaság, ami körülvesz. Mire gondolsz? Tisztaság? Inkább a, inkább a lélekre gondoltam most, nem annyira a takarítási szokásaidat Értem. szeretném firtatni. <laughs> Belőlet nekem az árad. Tehát, hogy, hogy bizonyára van ebben valami, ami a karakteredből árad, de egyébként is, hogyha az ember két percnél tovább beszélget belőle, és szerintem az már a hallgató számára is kiderült, hogy nagyon nyitottan állsz hozzám is, akár pedig nincs olyan nagy múltunk, és mégis egy ilyen tisztasággal, kedvességgel fordulsz felém. Nekem ezt jelenti a tisztaságod. Annyira tiszta vagyok. <laughs> Ha egyértjük, akkor talán igen. De ezzel együtt nem, hogy mondjam, azért vannak rossz hangulatok az életben, és van, amikor nagyon nehéz, hogy az ember ne bántsa meg a másikat, mert tehát volt már olyan az életemben, amikor, amikor fáradt voltam, nem voltam jó jókedvű minden, és akkor valaki egyfolytában, egy bizonyos ponton ilyen egyfolytában simogat, tudod, valahova oda nyúl, és végig így, így, egyfolytában ugyanaz, egy de drága művésznő, drága művész Na most ezek nagyon terhes pillanatok, és olyankor picit elhúzom magam, és megbántom az illetőt, hogy ne, ne mert, mert nem esik jól. Tehát, hogy ez a nyitottság, meg ez a nem tudom, ez, 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 azért nem folyamatos, és, és nincs mindig. Igen, de tudsz-e vajon olyan, vagy akarsz-e kompenzálni, vagy utána szeretnéd-e azt az illetőt kiengeszteni, vagy az önzőség ott is belép, és akkor azt mondod, hogy... Belép az önzőség, beszélgetek tovább, csak hátrább lépek, hogy, hogy vagy ne vagy ne simogasson, vagy... vagy... Hát szóval, hogy a... a az én korombeli nénikre van, 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 a néniknek egy hajlama erre a simogatásos közeledésre, és ezzel mindig nehezen viselkedem egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy nem, nem vagyok rá jó vevő. Nem baj ez. <laughs> Szerintem. Na nézzük tovább, akkor hoztam előételeket is, ezekből is lehet választani. Figyelj! Tavaszi friss, zöld balzsamecettel és olivaolajjal. Második, osztriga, pesgővel és citrommal. És a harmadik, teljesen más lesz, zsíros kenyér lilahagymával, édes fűszer paprikával megszórva. Egy okosabb pillanatomban a salátát választanám, egy szabadabb pillanatomban zsíros hagymával. Na, melyik legyen akkor? Legyen a zsíros kenyér? Legyen a zsíros kenyér, hagymával, mert az különös emlékeket is felidéz a fiatalkoromat. Amikor még a Kaposvári Színházban, mint segédszínészek kezdtünk, a besenyei Ferencnek volt két ikerlánya, és a besenyei Zsófi, ö, ö, szintén segédszínész volt Kaposváron, és hát nem is tudom, 830 forint volt. Most 1965-ről beszélek, ö, ö, tehát nem... Nem lehet a számokat az szerint megítélni, ahogy ma gondolkodunk 830 forintról. 830 forint volt a fizetésem, úgy emlékszem, és rengetegszer volt az, hogy vagy vegetalevest, vagy zsíroskenyér vegetával megszorva. Ez volt a néha ebéd, néha vacsora, mikor hogy. És aztán olyan is volt, amikor volt 40 filérünk, és akkor még 40 filér volt egy kifli. Vettünk egy paprikás kiflit, elfeleztük, és azzal el voltunk, és boldogok voltunk. Tehát a fiatal koromban a zsíros kenyér, az nem volt baj, hanem nagyszerű dolog volt. Pedig még hagyma se volt mindig hozzá. Erre rákérdeztem volna, jó, hogy mondod. Ez érdekelt, hogy a hagyma az <laughs> hagyma. Egyébként hogy van a hagyma? Szabad enni hagymát? Nagyon szeretem a hagymát. Én hagymát hagymával... Tehát ha netán véletlen otthon nekiállok, nagyon ritkán főzök, de ha nekiállok mondjuk csinálni lecsót, akkor nálam nem egyenletes, hogy ugyanannyi paprika, ugyanannyi hagyma, ugyanannyi paradicsom, hanem háromszor annyi hagyma, mint amennyi paprika és mint amennyi paradicsom. Tehát a hagyma az vezér vezér cikk nálam, bármilyen ételhez készülődök, a hagyma az benne van. Nekem egyébként ez az étel, ez egy nagyon egyszerű, letisztult dolog. Itt nincs túl gondolva semmi. És az egyszerűség szerintem én, ahogy figyelem a pályatársakat, azt gondolom, hogy az az, az az egyik legnagyobb erénye tud lenni egy színésznek. És ezt te nem csak a színpadon alkalmazod, és erről már beszéltünk is, tehát nem vagy te egy elérhetetlen ember, a szó jó értelmében mondom ezt. Meg lehet szólítani, lehet rád mosolyogni, és úgy gondolom, hogy még tudod is fogadni ezeket az ingereket, a kívülről jövőket. Persze, nem, sem, semmi elérhetetlenség, Isten őriz. De van neked egy fiad, akinek azzal kellett szembesülnie a születés a pillanatától napjainkig, hogy két nagyon híres ember gyereke. Van egy fia, még a Gábor. A Gábor. Neki egyébként mit jelentett az? Mert nekem ugye azért is asszociáltam erre, mert az otthon a család, a, a, a melegfészek, nem tudom, és az olyan zsíros kenyeres dolog nekem. Tehát valahogy ez az otthonias dolog jön be, hogy megmagyarázzam, hogy miért ez a kérdés hogy ő ezt hogy tudta venni, hogy anyát, apát felismerik adott esetben? Nem, nem emlékszem, hogy ebből bármilyen hangulati probléma lett volna az életünk során. Amit én inkább sajnáltam, hogy, hogy, hogy furcsa helyzetbe hozom őt, az inkább az, hogy otthon ültünk a televízió előtt, és néztük a vukot a rajzfilmet. És akkor hallotta a tévéből a hangomat. És ezek nem, ezek nem tudom, ez nagyon furcsa egy gyereknek. Hogy, és akkor rám nézett, akkor vissza a tévére, akkor megint rám, és ezt neki nyilván nem könnyű helyre tenni, hogy amikor ő még ezt úgy technikailag, meg, mert egy, mit tudom én, egy, egy, hat éves gyerek már tudja, hogy van a tévé, meg van a film, meg nem tudom mi. De egy kisebb gyereknek még ez nem könnyű, nem könnyű helyre tenni, hogy... hogy Például másfél éves volt, amikor én játszottam a színházban először a Pinokkió című darabban a címszerepet, tehát magát Pinokkiót. És akkor kértem a, a Koltai Robit, a papát, hogy csak, csak egy pillanat, csak pár percre üljön be vele a, az egyik páholyba, hogy csak tudjam, hogy ott volt. És eltelik egy jelenet, még egy jelenet, nem tudom, a harmadik, negyedik jelenet, közeledünk az első felvonás végé, ez még mindig ott ül a páholyba a gyerek, és szünetbe pedig aztán bejöttek hozzám az öltözőbe. És én ott álltam vörös tépet parókába, orgittel az orromon, óriási nagy szempillák, nagy szemek festve, egy piros bojtos sapka, minden, és elkezdtem beszélni a gyerekhez, hogy mondom, még mindig nézed az előadást, jaj, de örülök. Hát másfél éves volt, tehát reménytelen volt, hogy, hogy értelmesen erről beszéljek vele, de azért nyújtottam felé a karomat, és mondtam, hogy gyere anyához. És oda bújt a Robi nyakához, a másik oldalra, áttörelte az apját, mert félt tőlem. Tehát ez az erős maszk, meg ne jába hallotta a hangomat, nem akart az ölembe jönni. És akkor mutogattam neki az óromat, hogy nézd, milyen puha óra van, hogy el lehet ferdíteni a mama órát. És nem, nem, ezzel se nem tudtam levenni a lámbáról, csak mikor levettem a piros sapkámat, és mondtam, hogy nézd, milyen piros sapkája van anyán. És akkor egyszer csak mind a két karját kinyújtotta felém, és addigra nyugodott meg annyira, hogy, hogy hajlandó volt az ölembe jönni és a végé, a második részt is végignézte, és akkor halálbüszke voltam. Tehát az egy nagyon nagy boldogság volt, de az, hogy utána az óvodába neki mondták a társai, hogy, hogy láttuk anyukádat a színházba, meg nem tudom mi, hogy akkor ő zavarba volt-e, vagy nem, azt én nem igazán tudom. Már, már nagy fiú korában volt olyan, hogy ha valahol autogramot kértek, akkor úgy kicsit úgy félrehúzódott, vagy félreállt, de nem, de nem volt ebből sohasem gond, vagy probléma. Tehát nem, nem éreztem, hogy ez őt zavarná valószínűleg ez abból is van, hogy neki ez volt a természetes közege. Igen, meg azért nem, nem, nem akkora sztárként kezdtük, hanem egy kisvárosban, egy vidéki színházban, tehát hogy tehát volt ideje hozzászokni ehhez a dologhoz, mert amikor ő született, akkor ugye mi már játszó színészek voltunk, tehát akkor, akkor már ebbe, ebben eszmélt, tehát egyáltalán ezt szokta meg, és be is hordtuk őt a színházba, tehát nem volt ilyen, hogy jaj, a színháztól távol tartjuk a gyereket, mert annyira családias hangulatú, annyi barátunk volt ott, és ott lehetett sakkozni, lehetett biliárdozni, tehát, és én örültem, ha ott van, csak ha nehéz próbám volt, akkor nem. Mert ahol a gyerek ott volt, ott kiütéssel győzött. Tehát akkor, nem, akkor tudtam, hogy nem tudok sehova figyelni, csak a gyerekre. És ezért nem szerettem, ha nagyon komolyat játszottam kemény darabban, akkor nem szerettem, ha ben van a gyerek a színházban. De úgy egyébként gyakran mentünk vele együtt be. Otthon volt. Hát érdekes volt, amikor akkor még csak egy éves volt, amikor egyszer bevittük, és a portán úgy letettük, már általában. Egy éves kora, korában ő már szépen járt. Nem, nem sokat, de már általában. És négy kézlába elindult fölfelé a lépcsőn, és egyből az igazgatóirodába akart bemenni. <laughs> Ez egy nagyon... És mindenki, hát rettető sok ott mindenki nevetett, és mindenkinek tetszett, hogy tudja a gyerek, hogy hova kell fölmászni. Ezt mondtam volna én is valószínűleg. Még egy pillanatra azt mondod, hogy egy kisvárosban kezdtétek, de azt gondolom, hogy vidéken sokszor még talán jobban meg is becsülik a művészeiket. Nem csak a színházban dolgozók, a városlakók. Szerettek minket valóban nagyon, nagyon, igen. Büszkék is voltak rátok, meg egy akkora korszakról beszélgetünk, ami azért meghatározta a magyar színházi ízlést. Igen, igen, igen. Az, az nagy, nagy időszak volt, és szerintem aki valaha megfordult abban az időszakban Kaposváron, azok mind bevallják, hogy a mai napig abból élnek. Tehát amit ott tanultunk, amit akkor értékrendet és ízlést, színházi ízlést, magunkra vettünk, vagy meg, saj, magunk kívá abból élünk egy életen át, és ez így jó. Menjünk tovább, jöjjenek a főételek. Választottam egyszer rántott csirkecombot párolt rizssel. Van uh, grillezett kamember vajas rozmaringos sült burgonyával, és töltött káposzta. Hát ebből grillezett sajt lesz, kamamber sajt, csak a burgonyát nem fogom megenni, mert nekem már inzulin rezisztencián van, és nem ehetek kruplit. Csak édesburgonyát, vagy esetleg csicsókát. De nem baj, mert ezt már megszoktam. Tehát, hogy ilyenkor csak a sajtot eszem meg. Jó, akkor én beszólok a konyhára, hogy legyen akkor édesburgonya, de akkor maradhat okay. minden más, jó? Oké. Okay. Oké, okay, de ez egyébként nem változtat sokat az én kérdésemen, mert hogy az lesz, hogy... Nem szeretnék néha húst tenni van ilyen, nem? Van ilyen, sokszor van ilyen. És vagy azért, mert bőjtölünk, vagy azért, mert úgy alakul az élet, hogy éppen nem teheti meg. Erről már beszéltünk egyébként, ez az enni vagy nem enni kérdéskör, ez már ott lebeg egy ideje. Igen. Mennyire vagy szigorú magaddal? Mennyire tudsz határokat nem vagyok, szabni? Nem vagyok eléggé szigorú, borzalmas bűnös típus vagyok, tehát az, amikor én rám azt mondják, hogy én aránylag jó ember vagyok, mert minden az ott botlik el, hogy önmagammal szemben viszont gazemberül élek. Tehát, hogy, hogy egész életemben három órákat aludtam, és aki keveset alszik, és túl sokat van ébren, az többször eszik. Tehát én egész életemben ezzel küzdöttem, hogy éjszaka, fiatalabb koromban négy óra volt az átlag, hajnal négy óra volt a lefekvés időm, most már van, hogy rám világosodik, és már fél hétkor, reggel fél hétkor fekszem le. Ez természetesen csak akkor fordul elő, amikor nem kell kilenckor már indulnom be próbára, hogy tisztől próbálok, hanem akkor még egy pár órát tudok délelőtt aludni, de de elképesztően rosszul bánok a fizikumommal és a biológiámmal, mert éjszaka is eszem, és nem is csak egyszer, hanem néha többször. Előadás előtt az ember nem lakik jól, lát ez az, az nem normális dolog. Annyit kell bekapni, hogy ne legyen üres a gyomrom, ne szédüljek, vagy ne korogjon. De előadás végén viszont rendkívül jó étványjal neki látok vacsorázni, már a színházban, tehát a büfében utána ott ragadok, beszélgetek, meg elpakolok, meg eltolom az időt, mire hazajutok, nyitom a hűtőt, hogy mi van benne. Tehát, hogy otthon is eszem, ez már azt jelenti, hogy már kétszer vacsorázom. És hogyha elkezdek valamit nézni, akár az interneten, akár olvasni, egyébként nagyon ezen olvasok, mert nagyon rossz a szemem, de még azért próbálkozom, és azért bele megyek egy-egy hosszabb interjúban, vagy egy hosszabb olvasnivalóban, meg még valamiben, meg egy darabban, meg, meg, munkának, amit kapok, egy anyagot, azt is ugye olvasgatni kell. És akkor akkor, fönnt, akkor nem fekszem le megint órákon át, úgyhogy akkor még hajnalban is eszem valamit. És hát nem mindig, nem mindig azt, amit szabadna, hanem, hanem sokszor tehát van, egy, van, például néhány olyan íz, nem tudom, hogy ismered, úgy, hogy smarni, vagy úgy, hogy császármorzsa. A császármorzsa. Ha császármorzsa kerül a környezetembe, akkor végem van, végem van, nem, nem bírom ki. tehát, tehát vagy talán, vagy így vagyok még esetleg a madártejjel is. Pedig ha szóval nem vagyok annyira édesszájú a színházban, eltelnek hónapok, és én nem nézek arra a hűtőre, ahol a sütemények vannak. Tehát nem kívánom meg. De bizonyos édességeket, vagy bizonyos ízeket, azt meg nagyon meg tudom kívánni, és akkor nem bírom ki. Például soha nem voltam olyan nagyon Kumplifogyasztó. Tehát én, nekem a krumpli nem volt kedvenc ételem. De amióta nem szabad krumplit ennem, azóta a színházban állandóan van Tócsni, és akkor végem van. Hát ezt nem bírom ki. Akkor abból is. Tehát van ez a lap, mikor, hogy hívják? lapcsenkat Tócsni, mit tudom én, mi minden. Van pár neve, tudom ez ilyen tájegységenként változik. Igen, na attól kész vagyok és igaz, hogy én még otthon direkt így burgonyából nem csináltam, de hasonlóan jó élményt tud adni az összes olyan kis tócsni, meg lapcsenka, ami most zöldségből van. Tehát például brokkoliból, vagy bármiből lehet csinálni, cukkiniból, ne, hogy egy kevés hagyma, hagymát, magát a zöldséget, ami éppen otthon van, meg egy kevés teljes lisztet, tojást, néha sajtot is lehet belereszelni, és azt egy kisütögetni egy kevés olajon. Hát az, a, ezek a kedvenc ételeim. Na most ahhoz képest, hogy azt mondtad nekem, hogy te nem is tudsz recepteket mondani nekem, most elmondtál egy olyat, hogy hazamegyek és megcsinálom. Hát ezeket, mert nem kell receptet nézni hozzá, uh -huh. hanem rágondolok egy ízre, ami, vagy egy ételre, ami nekem ízlik, és hogy vajon mi van benne, Tehát, meg hogy mi van otthon. Tehát én szoktam olyat, hogy nem mi van otthon, abból főzni valamit. És nagyon finomakat szoktam így, így össze, összevagdosni, meg összedobálni. Na most a bőt mellé még eszembe jutott a fegyelmezettség, és hogyha egy kicsit elrugaszkodunk az ételektől, ahhoz azért kell fegyelmezettség, és azt mondod, hogy nem vagy feltétlenül az, de, de szerintem meg igen, mert amíg idefele jöttünk az úton, hallottam egy telefonbeszélgetést, amiből számomra az derült ki, hogy egyrészt mérhetetlen mennyiségű sok szerep van a fejedben, tehát 70 oldalakról, meg 50 oldalakról beszéltél, hogy sok most felújítasz. Nagy és szövegek, igen. De ahhoz kell egy fegyelmezettség, hogy az ember az idejét úgy ossza be, hogy megtanulja, magáévá tegye, és az, 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 ahhoz viszont kell, szerintem. Hát a szövegtanulás szempontjából viszont nagyon szerencsés alkat vagyok, mert hát végignéztem néhány olyan kollégámat, akik nehezebben tanulnak szöveget, hogy azok milyen szorgalmasak, és hogy mennyi, mennyi energiát és időt fecszolnak bele, hogy szövegtudásig jussanak. És én nem szoktam milyen nagyon, én nem vagyok szorgalmas eredetileg, hanem próbákon tanulom. Tehát ott, ahol már van mihez kötni, ott, ott, szoktam könnyebben megtanulni a szöveget. És most van egy nagyon nehéz munka, és egy fél szövegtudás a fejemben, mert a Isten című produkciónkba át kellett vennem egy szerepet a Gálfilacitól, elment fizetés nélküli szabadságra. Most ezzel nem kell csodálkozni, hogy egy férfétől vettem át szerepet, mert az írott anyag csak az a fontos, hogy idős legyen az illető. Tehát az eutaniz, eutanáziáról szól, és csak az a fontos, hogy a, a kérvényező idős legyen, -e, tehát egy öreg ember. És mivel a Laci kiszállt, most ebből a produkcióból én vettem át, és hát két színpadi próbával, úgyhogy na ez például egy olyan, amit nem lehet nem tanulni, mert ezt tanulni kell, és minden áldott alkalommal egyszer túlestem szerencsésen, két előadáson, de aztán lett három hét szünet, úgyhogy most az utolsó előadás, ami megint volt, az megint halálfélelemben telt, és holnap ismét játszom ezt az Isten cím produkciót, úgyhogy, úgyhogy már tegnap átmondtam, ma hajnalban újra, és ha hazamegyek újra, tehát hogy... hogy Ráadásul nagyon intenzív, veszekedős jelenetek, ahol nincs idő gondolkodni a szövegen. Tehát annyira jók a kollégák, tehát annyira én tavaly, mikor megnéztem ezt az előadást, akkor rendkívül élveztem. Tehát tényleg egy konferencia eredetileg az egész, mert a orvosi kamara elnöke, meg a gyógyszerészeti, nem tudom, micsodának az elnöke, meg egy ügyvédnő, meg egy egyetemi tanár, mind vitatkoznak azon, hogy legyen-e eutanázia, vagy ne legyen. És ugye Magyarországon nincs. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon, nagyon, napjainkat is nagyon foglalkoztató kérdés, hiszen most lett Magyarországon is egy, egy új ilyen Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ügyvéd a, a Karsai Dániel András. És most ő harcol azért, és az Európai Emberjogi Bírósághoz is fordult, hogy, hogy segítsék meg azt a helyzetet, hogy ő dönthessen a sorsáról, ha majd eljön az idő. Na, és ez engem nagyon közelről érint ez a téma, és nagyon örülök, hogy bekerültem az előadásba, és tavaly, mikor megnéztem, akkor végtelenül élveztem az egész előadást. Tehát kicsit úgy működik, mint egy krimi, mert annyira sok tárgyi tudást, és olyan fantasztikus ö, 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 meglepő dolgot tud meg az előadásból az ember, amire nem gondoltam, meg nem tudtam róla, meg, meg hihet, az a, az a meccs, ahogy az ügyvédnő, az Ámori vitázik például a Csúlya Imrével, aki a tiszteletest játszott, és szenzációs, és, az összes többi figura annyira éles, annyira jó, olyan nagyszerű. Nagyon, nagyon szerettem azt az előadást. Nyilván nem szeretném most azt kérni, hogy vélemény nyilváníts, vagy esetleg mondd el a sajátodat, mert ez abszolút azt gondolom, hogy egy magánjellegű kérdés lenne, de egy színésznek egyébként el kell döntenie magában, hogy mi mellé teszi le a voksát? Egy szerintem, ilyen esetben konkrétan? Szerintem attól függ, hogy milyen szerepet játszik, mert a szerep, tehát a színésznek úgy kell játszani a ráosztott szerepet, még akkor is, ha nem az a véleménye ebben a kérdésben, a milyen szerepet játszik. Tehát mit tudom én, a Csákányi Eszter, aki az Orvosi Kamara elnökét játsza ebben az előadásban, ő nem biztos, hogy Neki saját magának civilben az a véleménye, amit ő képvisel, és amiért harcol ebben a produkcióban. Mert ő nem hajlandó hozzájárulni semmiféle, hogy megsegíteni a halált. Tehát az ő elve az, hogy nem. De ez nem biztos, hogy ő, ő, Tehát ez neki muszáj képviselni. Ez világos. Inkább Mert ezt játsza. De az, hogy civilben ő mit gondol közben, azt viszont nem árulhatja el előadás alatt, legfeljebb utána egy beszélgetésen. Igen, inkább arra gondoltam most, talán pontatlanul is tettem fel a kérdést, hogy nyilvánvalóan elgondolkodtatja az aktuális színészt arról a tematikáról, kérdéskörről, mert ez így van, mert hát beszélgetünk a, az olvasó próbától, a bemutató utánig, sőt, még azután is sokat-sokat arról, amivel éppen foglalkozunk. Mm. És talán néha pont az olyan karaktereken keresztül tudunk tükröt tartani, mint amit most az említett orvosi kamara elnöke, hogyha valahogy úgy ábrázoljuk, úgy mutatjuk meg azt az illető szemét, hogy elgondolkodtassa a nézőt is, tehát hogy az kettős hurok talán, amit magyarázok, vagy próbálok megkérdezni. Üm, de hogy, hogy, ilyen esetben ez, ez valószínűleg nagyon mélyre megy, vagy, vagy amiről te is beszélsz, hogy, hogy nem csak mint néző, hanem most már mint szereplő is képviselni kell valamit, és azt szeretnéd, hogy, hogy az talán afele menjen, vagy hogy a gondolatokat a nézőkben afele indítsa be. De nekem szerencsém van, mert én, mint amit játszom, azzal a figurával egyetértek. Uh -huh. Tehát nekem, nekem nem nehéz azt képviselni, amit a figurában játszanom kell. De aki valamilyen más módon negatívabb figurát játszik, aki kicsit ilyen földhöz ragadt gondolkodású, és és ott maradt valahol az ókorban az érveivel. Tehát, hogy, hogy annak nehezebb, ha ő neki más a véleménye civilben, akkor a szerepet kell játszania, de itt, itt nincs, nincs lehetőség arra, hogy a szerepet úgy játsza, hogy közben, mint színész, rafináltan megmutatja, hogy nem ez, nem ez a véleményem, de ezt a szerepet játszom. Neki azt kell játszani, és kész. Tehát ott nincs közben lehetőség arra, hogy, hogy legyen egy csavar is benne. Értem. Azt kell játszani, azt kell képviselnie. Akkor legyen ez így nyitva-hagyva, és minél többen nézzék meg ezt az előadást, ezek szerint most már veled. Eljutottunk most kérlek szépen a desszertekig. Igen. Ahol nem tudom, hogy fogsz-e tudni választani, mert hogy hoztam egyszer olápalacsintát, stíriai metéltet és meggyes dobálóst. Hát ez, 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 most kitolás velem, mert, mert tényleg nem tudok választani. Talán nem is kell. Legyen mindegyikből egy kis szelet, mit szólsz? amit a legrégebben ettem ezek közül, az talán a stíriai metélt. Volt, nekem gyámszüleim voltak, édesapám korán meghalt, anyám beteg lett, és gyámszüleim voltak Budapesten, és mikor hozzájuk kerültem, akkor volt ez, hogy valami retteretesen finom, sárga és sült és jénaiba, és nem tudom én micsoda valami tészta, denz olyan széles, vaskos metéltek, és mondtam, hogy mi ez? Hát, hogy stírjai metélt. És akkor ez így beesett az agyamba, hogy ezt én nagyon szeretem. Tehát egy életre megjegyeztem, hogy a stírjai metélt az valami rendkívül finom dolog. Az egyébként még sose csináltam, én magam nem csináltam, de, de az, az a típus, amikor a túrod belegyúrják a tésztába magába, és úgy főznek ki elég vaskos, vastagabbra vágott, tehát nem, nem olyan vékony, mint a, mint a metélt, vagy mint a túros súszánnak a vékonyra nyújtogatott tésztája, hanem annál vastagabb és, és kövérkésebb tészták, és akkor ilyen toj, édes tojással, meg nem tudom, mazsolákkal, meg nem tudom mivel összekeverik, és sütőbe bedugják, és megsütik. Ha valaki ismeri, azt tudja, hogy ez nagyon finom dolog. És azt mondtad, hogy ezt az ételt a testvéred készítette. Illetve nem csak ezt, hanem a megyes dobálóst. Mondtad még? Azt is. Meghalt most a, a gyámom révén volt egy nővérem, és hát sajnos, hogy csuporbetegség miatt neki már karácsony előtt levágták az egyik lábát, de ahányszor én például Győr Szent lakott abban az időben, meg kis csőszön is, tehát két helyen is. És gyakran, amikor még vezettem, mert most már nem vezetek, mert rossz a szemem, de amikor még vezettem, gyakran elkerültem arra felé, hogy úgy mentem bárhova, akár Győrbe, volt egy előadás, a Gáti Osszinál, játszottam évekig, és akkor vagy úgy mentem, hogy őket útba vagy éjszaka visszafelé, és akkor mindig kaptam egy egész tepsi megyes dobálost például. Meg egyszer, amikor nappal mentem hozzájuk, akkor tudták, hogy én gyerekkoromban ettem náluk utoljára a gyámszüleimnél csintát, például. És ezt te olvastad valahol, hogy én ezeket nagyon szeretem, mert tényleg megemlítettem már valóban tény hogy ezek ilyen ritkaságok, amit, amit, én magam még sosem, meg a mi családunk nem csinálta, és ettől, ettől gyerekkoromban beült, mikor ott a gyámszülőknél találkoztam ezekkel az ízekkel, hogy hát ez valami fergeteges, finom dolog. Az csinta is. Az meg legtöbbször szilvából van töltve, Ilyen, ilyen ropogós, hajtogatott tésztát, tehát a hájas tészta jellegű. Nem tudom, hogy hájas -e, de, de az a hajtogatott. Hajtogatott. Tészt, tudod, igen. És abból aztán, és akkor ilyen nagy, nagy levél lesz belőle, háromszögletű levél, benne a fahéjas cukros szilva, és olajban kisütik, és fergeteges finom. Most, amikor ez adásba kerül, akkor már ott vagyunk az advent idején. Egy színésznek pontosan tudom, hogy sajnos az ünnepek nem mindig úgy sülnek el, nem biztos, hogy ott tudsz lenni minden egyes pillanatban úgy, ahogy kell, de de van az a megnyugvás, van az a pillanat azért, ami valami ünnepélyesség, és most nem csak az ételekről beszélek, hanem a családdal együtt töltött idő. Képzeld, én nekem nem más, másként telik. Te Részben az életem nagy részében valóban előadások voltak, talán 24-én nem, de nagyon régen még arra is emlékszem, hogy még akkor is valami gyerekdarabot vagy mesét játszottunk. Nem, a 24-e az, a szabadon marad, de 25-től kezdve ugyanúgy játszottunk, mint más hétköznap, vagy más vasárnapokon. De mostanában már, már több szabadidőm van, kevesebb, már most nyolc produkcióban vagyok benne, de azoknak nagy része havonta csak egyszer megy, vagy Na, és akkor lényeg az, hogy most karácsonykor megint szabad leszek, de de otthon szoktam lenni egyedül. És nekem, mivel magamnak nincs igényem semmilyen ünneplésre, ezért én, én a macskáimmal töltöm a, a karácsonyt, és aztán más napokon meg elindul a rokonlátogatás, hogy megyek a fiamékhoz, megyek az unokákhoz, vagy valami. De nálam nincs, nincsenek... Nincs se diszkivágítás, se diszítés, semmi, nincs rá igényem. Amíg a nevelő anyám élt, ő miatta minden karácsonykor. Egyrészt a világ végéről hazamentem hozzá, tehát, hogy bárhol voltam előtte való este, vagy éjjel, vagy a Szentestére mindig hazamentem, ő nagyon igényelte azt hogy mit főz, mi legyen az ebéd karácsonykor, minden, de amióta ő meghalt, én azóta nem karácsonyozok. Tehát, hogy nekem magamnak nincs rá igényem. És mivel a családomban már, már csak olyan tagok vannak, akiknek már van saját családjuk, saját gyerekeik, ezért mindenki a szentestét otthon tölti, és csak aztán indulunk el rokonlátogatásokra. De azokból se csinálunk nagy bulit. És ha már buli, akkor a szilveszter hogy telik idén? A szilveszter tavaly is nem volt előadásom szilveszterkor, Előfordul, hogy olyan, olyan darab megy szilveszterkor, és egy kettő is, amibe vagyok. Tehát voltak ilyen szilveszterek, hogy végig a színházba voltunk és kész. Volt olyan szilveszter, akkor még együtt éltünk a Koltai Robival, amikor fellépéseink voltak, és három helyre mentünk, helyről helyre, és az éjfél a kocsiban ért minket valahol az országúton. Aztán volt olyan szilveszter, amikor teljesen egyedül otthon voltam, tévét néztem, meg, meg vigyáztam arra, hogy a, volt olyan kutyám, aki nagyon félt a tűzijátéktól, meg a duroktatástól, vigyáztam rá, hogy nehogy valami epilepsziás göcsöt kapjon, mert, vagy ruhamot kapjon, mert egész magamhoz kellett ölelni, és törülközöttettem a feje alá, mert csurgott a nyála a félelemtől, meg nem szólt, hogy, hogy én, én, ilyenkor az állatokkal, tehát ha egyedül vagyok, akkor az állatokkal töltöm az időmet, meg a szilvesztert, meg a másnapot is, de tavaly például nagyon-nagyon kedves barátom nekem, Gazdag Gyula a filmrendező, akinek van egy fia, aki, aki kisfiúkora óta kedvel engem és én, én mintha mint unokám vagy fiam lenne, olyan módon tudom őt szeretni, és pont szilveszterkor itt volt Magyarországon, mert ő egyébként Los Angelesben él, gazdag Péter, és itt volt Magyarországon, és beültünk megnézni a Takács Noradiát, diát, mert szilveszterkor neki is volt önálló estje, és utána pedig a színházi büfében mulattunk. Sőt, én már kifáradtam, és rábíztam a fiatalokra, hogy ha még buliztok, akkor a Pétert is vigyétek még magatokkal, mert én már hazamegyek. És reggel nyolcig a kollégáimmal a világosítottárban meg jobbra-balra buliztak. Tehát csak, csak a színházbeli barátaimmal. Tehát én, én nem járok sehova. Régen, amíg ilyen emberek éltek, hogy őrsi István aki költő, dramaturg, műfordító és óriási politikus és csodálatos barát volt Kaposváron. Ő volt a színház egyik dramaturg, éveken át a dramaturg, és mi nagyon-nagyon-nagyon nagy barátságban voltunk. És ha ő bulit rendezett a budapesti lakásába, oda még elmentünk, de én nem emlékszem arra, hogy valaha csak azért, hogy szilveszterkor hol mulassunk, vagy hol legyünk, soha nem, nem, jártunk. Tehát, hogy nincs rá szükség. Valahogy annyira sokféle hangulatot kell megélni a színházban, meg a darabokban, hogy, hogy a nyugalomra van szükség ilyenkor. Tehát, ha nincs előadásom, akkor otthon szeretek lenni. És még egy utolsó kérdés, vagy inkább témakör, van előttünk. Mikor készültem erre a beszélgetésre, és beszéltünk mi is telefonon, akkor egyszer csak azt mondtad nekem, hogy a színház is úgy működik, mint egy jó étterem. És ezt mondtad. Mert hogy nem mindegy, hogy telt ház van-e, vagy nincs telt ház. És most itt állunk 2024 kapujában. A 2023-as évadról már biztosan elmondhatjuk, hogy nem ez volt a színházak évada, vagy a kultúra évada pontosan tudjuk, hogy mennyire nehéz helyzetbe kerültek helyek. Az, az a kérdés inkább, vagy az foglalkoztat engem, hogy látsz -e arra bármi nemű esélyt, hogy, hogy ez a dolog visszaálljon, vagy hogy lehet ezen enyhíteni, vagy mi annak a módja, hogy, hogy ne vonjuk el a kultúrát az emberektől, hogy éljen tovább, tudom, hogy ez ilyen utopisztikus és nagyon nehéz kérdés, de, de, de hogy látod-e azt, hogy mi fele tart a kocsi? Nem, ne, nem biztos, hogy ez jó ilyen befejező kérdésnek, mert nem tudok pozitív választ adni neked. Ugyanis az, hogy egy étterem hasonlóan működik, mint egy színház, az azért volt, hogy a fiam belevágott egy-egy ilyen dologba, hogy elvállalt éttermek működtetését, és az nagyon fájt nekem, hogy tavaly novemberben megnyitottak egy éttermet, amit már fél év nyitva tartással, már jövőre már jelöltek volna a Michelin csillagra, és mégis már be kellett zárni, mert nem szoktak oda eléggé az emberek, nem, nem volt annyi vendég, hogy azt a színvonalat, hogy csak a legjobb alapanyagok, csak a legcsodálatosabb séffel, csak a leg... Tehát, hogy nem tudták azt a színvonalat tartani, és be kellett zárni, mert, mert nem tudta önmagát fenntartani. Na most ez, ezért jutott eszembe ez a hasonlat, hogy ugyanez működik egy színháznál is. Hogyha nem tudjuk megtölteni a nézőteret, akkor azt a darabot már le kell venni. Tehát abban a pillanatban ráfizetéses a színház. Tehát, hogy iszonyú felelősség van a szervezőkön, rajtunk, mindenkin, aki a színházi működést segíti, hogy hogyan lehetne megtölteni a nézőteret. És mi még nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, tényleg az Őrkén Színház olyan, olyan helyzetben van, hogy óriási rajongó rétege van, és rettenetes sok ember jár valóban hozzánk színházba, és majdnem minden produkciónk képes teltházzal menni, vagy most azt mondanám, hogy majdnem teltházzal, mert azért látok lukakat itt egyet, ott egyet, meg az erkélyen is maradnak üres helyek, de, de az előadások többsége azért valóban igazán teltházzal megy. De volt már olyan produkció, amit mi nagyon szerettünk, és jónak tartottuk, és mégis le kellett venni a műsorról, mert, mert, drága volt a produkció. Például nekem egy ilyen kedvencem volt a Örkényszínházban jó pár évvel ezelőtt a Pergünt, ami, ami egy nagyon-nagyon élvezhető és szép előadás volt, de egy idő után már nem ment teltházzal, és mivel rengeteg vendég volt benne, meg élő zenekar, meg nem tudom micsoda, ezért le kellett venni műsorom, mert abban a pillanatban, ha nem telt ház, akkor ráfizetéses. Tehát, hogy, hogy féltem a színházakat, hogy egyre kevesebb pénzük van az embereknek, és az első, amit el tudnak hagyni, mert se a gyógyszert, se a élelmiszert nem, nem lehet elhagyni, hát azt, azt meg kell venni és ahova elkezdenek nem kevés, tehát nem elmenni, az a színház. Még moziba is jobban elmennek az emberek, mert egy fokkal az is még olcsóbb. És a színházak nem tudják megtenni, hogy ne emeljenek helyárat. Mi évekig küzdöttünk azzal, hogy nem emelünk helyárat az őrkén színház de idénre már ott is kellett emelni, hiszen olyan katartikus drágaság, tehát olyan, olyan, költséggel működik a színház, amit nem, nem lehet már ugyanazokkal a eddig bevált helyárakkal fenntartani. Tehát, hogy én azt képzelem, hogy most az a réteg, aki nagyon szeretett az őrkén színházba járni, igyekezett mindent megnézni. Tehát nagy színpadon is, és a stúdióban is mindent. Most már az embereknek el kell tudni dönteni, hogy mit tudom én, négy produkcióból melyik lesz az az egy, amit kiválaszt, és azt megnézi. Tehát, hogy igenis nehezedik a helyzet, és, és nagy, nagyon kell küzdenünk, hogy, hogy fent tudjuk tartani ugyanazt a színvonalat, vagy esetleg még javítani, amin lehet, és, hogy, és mégis, hogy legyen közönség. Én azt gondolom, hogy amikor egy ekkora formátumú művész beszél ezekről a problémákról, az nem feltétlenül baj, sőt, talán hallgató fülekre is talál. És akkor, hogy ne fejezzük be annyira negatívan ezt a beszélgetést, érdekel az, hogy nőként, ö, színésznőként mikor jött el az a pont, amikor egyszer csak elkezdtek téged meghallgatni. És szerinted mi kellett ahhoz, hogy a női hang kiszóljon, és, 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 és fü, ő, hallgató fülekre találjon? Mi volt nálad ez a pont? Ezt, mint pont, így nem lehetne megnevezni, mert, mert az egész kaposvári múltunk azért volt csodálatos, mert ott mindenki alkotó volt, tehát ott mindenki mindenbe beleszólhatott. Hát olyan viták voltak a rendező és a színész között, hogy volt, amikor hozzánk vágott, mit tudom én, valamelyik rendező földobotta, földobta a kulcscsomóját valamelyik színész az a, a, színpadra. Szó nem volt még abuzálásról, meg semmiről, mert minket ez a része nem érdekel. Tehát, hogy, hogy igenis lehet vitatkozni, lehet kiabálni, ha szükség van rá. Kulcsot is lehet dobálni? Lehet. lehet. Tényleg? Semmi baj nem történt. Sőt, volt olyan, amikor valamelyik színészhez feldobta, az egyik rendezőnk, csodálatos, csodálatos rendezőnk a kulcsomóját, az meg visszadobott hozzá, ledobott a nézőtére egy széket. Uh -huh. Tehát, hogy, és ezen amikor mesélünk róla, beszélünk, akkor már sztorizunk rajta, és már nevettünk rajta, és egyetlen fontos dolog volt, az előadás jó legyen. Az, hogy előtte mennyit vitatkoztunk rajta, hogy más volt a véleményem, és vitatkozunk. Tehát mi már ott is beleszóltunk. De az tény és való, hogy ahhoz, hogy az embert kicsivel komolyabban vegyék, ahhoz, ahhoz viszont meg kell öregedni. Tehát amióta, idő, ahogy, ahogy idősödöm, annál inkább érzem azt, hogy, hogy meghallgatják, amit az ember mond. Érdekes dolog, amit felvetettél, mert azt mondod, hogy tulajdonképpen alkotótársakként voltatok kezelve, mégis volt egyfajta hierarchia, ha jól értem, mert a rendező víziója is azért fontos volt ebben. Persze, de ha én nagyon nem szerettem volna azt megcsinálni, amit ő kér, akkor abból vita lett. Volt úgy, hogy te nyertél ebben a vitában? Abszolút, volt, volt. De hogyha beláttam, hogy mondjuk a volt egyszer egy olyan vitánk, hogy egy, az egyik darabban azt akarta, hogy, hogy ne áldozat legyen. Ödön Fontovrát mesél a Bécsi Erdő. Mariant játszottam, akivel, amikor megölik a gyerekét, ott ugyanazon a délutánon, ugyanazon a helyszínen egy hentes leteperi a földre, és, és ott ö, szerelmeskedni akar vele, holott ö, gyűlöli azt a hentest. És se azt akarta, hogy ne áldozat legyen a Marian, hanem ő is része legyen a bűnös világnak, tehát hogy, Igen. hogy én, én kezdjek ki a hentessel, és akkor mondtam neki, hogy de mondom, próba nélkül, mondom, és ha nem jól jön ki, akkor a régit elvesztettük, a régi megoldást, egy új meg nem lesz jó, de 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 igen, és, és ragaszkodott hozzá, és neki lett igaza. Tehát, hogy amikor belátom, hogy, és csodálatos lett, mert sokkal keményebb és sokkal fájdalmasabb lett az előadás vége. És tehát, hogy sokkal bántóbb, hogy ennyire mocskos a világ, érted? Na és akkor, mikor ezt beláttam, hogy neki lett igaza, akkor azt azonnal mondtam neki, hogy, hogy jó van, féltem, féltem, de akkor is igazad van. Igen, és akkor ez ellenkező esetben is előállhatott igen, volna, mondhatta igen. volna ő is azt, igen, hogy nem, igen. ez mégsem jó igen. megoldás. Igen, mint ahogy abban a pillanatban ha vitatkozunk, mondom valamire azt, mondja, hogy ez nem jó. Mondom, hogy te kérted, azért rosszat kértem. Aha. például, a ser ilyen típus például. A de akkor ez bab... arról szól, hogy jól tudtatok kommunikálni egymással, csodálatos és a vita volt a lényeg ez A ebben. Közös munka, csodálatos volt. És vele is, Babarci Lászlóval, Zsámbik Gáborral, Ács Jánossal, de, de, Gotár Péterrel, ő is nem csak filmen dolgoztunk együtt, hanem színházban is. Csodálatos volt. És akkor, hogy befejezzem, a kérdés második fele arra vonatkozott volna, hogy eb, hogy akkor azt mondod, hogy ebbe az egészbe belefér az is, hogy adott esetben kulcsomó, vagy szék, vagy bármi dobálódjon, mert valójában nem az a lényeges, hogy az, a, az, az milyen heves vita. Igen. Ugye? Igen, de persze ez a közektől függ. Tehát, ebben Bizalom? A pillanat... Az, hogy hogy vagyunk összeszokva, tehát az, a, a közös gondolkodás, a közös értékrend az egy olyan, olyan kapcsolatot, olyan olyan közvetlen kapcsolatot, olyan őszintességet hoz létre, hogy ezek a közlekedési formák, ezek járhatóak. Egy másik színházban azt, ugyanezt nem tudom elképzelni. Tehát vannak színházak, ahol ez nem működhet, és ezt nem tudom elképzelni. És ebben a pillanatban már változott annyit a világ, hogy ebben a pillanatban az őrkén színházban sem tudom ezt elképzelni. Tehát ez akkor volt, fiatalok voltunk, bolondok voltunk, és csodálatos színházat akartunk csinálni. És ez akkor az ott működött. És ha bántani kellett egymást, akkor bántottuk. Ha meg szeretni kellett, akkor nagyon tudtunk szeretni. Tehát az, az egy egészen egyedi és csodálatos korszak volt, és, és megismételhetetlen. De akkor működött, akkor jó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és veled indulhatott újra a kultúrecept, azon belül pedig az enni vagy nem enni sorozatunk. Legközelebb két hét múlva várom önöket új résszel, remélem, hogy akkor is meghallgatnak majd minket. Ha még nem tették volna meg, akkor Keressenek minket a Facebookon, az Instagramon, megtalálhatók vagyunk a Spotify-on és természetesen a YouTube-on is. Visszahallgathatóak a régebbi beszélgetések, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!